Nagyon szépen köszönjük, sziasztok, szép napot! Hát azt akkor lépjen a gázra, kapitány! Mi már, képzeljétek el, itt vagyunk a Duna TV belterületén, ugyanis a Családbarát című műsorba érkezik a Mango Rise, és élőben játszik, grillezik, és mindenféle mókás dolgot csinál. Ezt fogjuk ma nektek megmutatni, hogy hogy zajlik itt egy ilyen. Most éppen a filmgyár, illetve a Kunigunda utcai telephely különböző berkeiben mászkálunk, megkérdezzük a balra. Szép napot kívánok! A hármas stúdiót keresnénk. Tehát arra egyenesen megyünk, és akkor... Aha, jó, akkor nyugodtan, azt mondják, hogy nyugodtan. Nagyon szépen köszönjük a segítséget. Szép napot! Semmiet. Mi, hallgattak zenét? Ja, hogy ez a fejembe szólt. Fogalmam sincs. Figyelj, hárman festik egy biciklivel a izét. Itt ezt az ebrát. Festi a Józsi, ül a Béla, a Gazsi az meg ott a biciklivel. Szevasztok, hát itt ez már a külső már helyszín, garázsvásár. Szerintem ez a hármas stúdió. Szevasztok. De ne ideállj meg elég, ideállj már meg jobbra. Azt mondja, ideállj meg, jó helyen vagy. Na, hát azt mi kellékek persze. Úgy felgyújtják a következő a jó filmben. Nem zöld volt, mindegy, nyomd a gombat, Józsi, hát a tévében. Na jó, hát akkor spanoljuk össze, nézzük meg, legyünk benne a tévében. Yeah. Gyere Lackó, te meg, kapcsoljuk Lackó kameráját, aki... Lackó kameráját kapcsoljuk, aki ahogy szokta, nincs itt. Te buborékkal! Ja, buborék. Lackó, hol vagy szépen kis száddal? Nagyon kemény vagy, hogy így nem jössz ide. Megöltem magunkat egy sprayvel, ezt most még elszívjuk, és utána elindul a móka. Guten Morgen, ja? Kunigunda, ja? Ja, wunderbar. Ja, das Mangowagen ist parken sehen, ja? Oh, wunderschön. Gyári! Gyári! Meg is érkeztünk ide a stúdióba, most kapjuk a tájékoztatót arról, hogy mi fog velünk történni. István, mennyire izgulsz? 10-es szinten 3-as. Én másfél. Nagyon vidám a helyszín, vidámak az emberek, sok ismerős arccal is találkoztunk, és éppen az látható, amint a Lackónak a billentyűjébe lyukat égetnek. Na hát itt vagyunk az öltözőnkben, és közben elindult az élőadás, tehát ti már láthatjátok, hogy elindult a műsor. Mi eközben itt vagyunk az öltözőnkben, amit most jól meg is mutatok nektek. Nagyon kis, kellemes, hangulatos, jól bevilágított szobácskát kaptunk. Itt fogjuk majd magunkra ölteni a fellépő ruhánkat, és utána megtörténik a hangbeállás. Nagyon jó kis helyet kaptunk, a stúdió közepén játszunk, minden technikai feltétel adott, mindenki nagyon-nagyon kedves, külön emberek foglalkoznak a kényelmünkkel, külön emberek foglalkoznak a technikának a megfejtésével, szóval tényleg minden úgy megy, ahogy ennek mennie kell profi körökben, úgyhogy nem sokára egyesülünk itt hárman, mint a Power Rangers-ék, és felöltözünk szépen nektek, oszt jól, eljátsszuk a Mosolyok a víztükrén című dalunkat. Most kéne a kis kávét, meginnod is meg, megiszed a kávét. Nem is beszéljünk róla, mert ha nincs, akkor az nagyon rossz. Induljunk a sminkbe, benne vagytok? Hello! Köszi! Sziasztok! Istvánt Katicára szeretnénk festetni, hogyha lehet. Vagy kiskutyára, nem tudom, hogy melyiket ajánlod jobban. Én pedig a szokásos pincebogár. Katica leszel, Pista? Uh-huh. Ez már majdnem egy kávé, nem? Pista, hogy simogatnak ezzel a kis... Jó. De jó, csak mondja ezt a legrészre. Tudjuk el, megmutatlak. A Lackók az kapott egy kártyát itt az ajtókhoz. Ja, nektek nincs kártyátok? Mit csinál most a pityú? Kapcsoljuk István kameráját, aki ahogy szokta, nincs itt. Reméljük, hogy még nem az van, hogy az őrök viszik kifelé a könyökénél fogva. Á, Istenem! Á, sokat találjék vissza az öltözőbe. Soha. Na hát akkor induljunk el. Kávémasin. Tudod, hányféle kávéval lehet leönteni itt a ruhádat, Lackó? Az összessel. Na ez már az a rész, hogy megkezdődött a hangbeállás. Lackó hergeli a hangszert.
István és a rész. Amúgy ebben nincs áram. Bocsánat, ebben a konnektorban nincs áram szerintem. Srácok, a konnektorban nincs áram. Na minden lesz. Valaki nem fizette be a számlát. Mi? Csodálatos lett, mint a Mango Rise, aki most zenél nekünk. Akkor jöjjön a zene, viszontlátásra, legyen szép napjuk. Most akkor ez hogy van ez most ott? Azt mondják élő, de akkor most élő vagy nem élő? Mégis érzem, nekem ez a legnagyobb talán. A szívemen a számon, a zene a nyárban. Tavaly óta erre vártam én. Mosolyok a víztükrén. Folyama vagyok a szónak, rajta az est hajnal csónak. Benne a pillanat elve, elvez, elvez, éj. A ritmus talán pion körül, a pulikat a munkanap közül kiválasztom majd holnap. Már várnak mint a parton, ma este senki nem szól rám. Kicsi a város, mégis érzem, nekem ez a legnagyobb talán. A szívemen a számon, a zene a nyárban. Tavaly óta erre vártam én. Mosolyog a víztükrén. Tessék, úgy szól a szaxofon, mint még soha is van. Boldog vagy? Grilleztünk, koktéloztunk, volt minden. Most még a selfie-gép következik. Yeah, csináljunk egy pár képet. Van egy ilyen, nézzétek. Itt fogtok állni. Aha, és mindenféle szemüvegeket fogunk felpróbálni. És selfie-gépet fogunk kezelni, ugye? Ez amúgy most igen, most debutolgat, ja. Lehet választani, hetes vagy van tízes. A feltört csima, meg a lopott igen, másik. Igen. Na, lőjünk meg egy selfie-t. Szavaztok, már itt is vagyunk. Juhu. Már lehet napsz. Hát ez, figyelj, azt hiszem ez már mehet is. Milyen hiánypótló. Kerestem a szót. Tulajdonképpen másra sincs szükség a rendes adófizető állampolgárnak, mint erre a szolgáltatásra. És jó is. Hát ez kész. Tulajdonképpen kész az új videóklipünk. Ne, úristen, ez nagyon jó. Úristen, ez szuper. Sokkot kaptál. Nagyon szép vagy. Na, közben a vlognézőknek elmondom, hogy amíg az van, hogy a Lackó meg a Pista kifejezéstelen csecsemő arcával ott áll az indokolatlan vintage fotómasinba és próbálja realizálni az életének ezt a pontját, addig engem elraboltak, és a külső helyszínen fogok. Mit csinálni? Azért nem elraboltunk. Segítesz a műsorvezetőinknek, és megnézed, hogy grillezünk. Na gyertek, gyertek, megígértem, hogy ugye lesz ebből egy... Találjuk meg a helyet. Mindenki minden vagy. Megígértem, hogy lesz belőle GIF, már pedig akkor lesz belőle GIF. De friss, már az, ez már az. Gyertek, gyertek, mert nem látszottok. Gyertek, arrébb nyugodtan, ja. Gyertek. Én kinéztelek magamnak, hogy lehet, ugye. Kicsit meglepő, hogy megjelennek emberek. Akkor ezt késznek nyilváníthatjuk, hát, uraim? Sose volt jobb, azért valami őszintén. Hát azért én úgy gondolom, hogy igen, de nem baj, majd még gyakoroljuk. De szép leszek ebben. Indokol? Nagyon fáni. Én nem hulla látválasztom. Nagyon tűnci. Szerintem jó. Na jó, igen, és akkor beállunk. Ott 6 másodpercünk lesz beállni és elrendezkedni. Olyan gyorsan még sose álltunk be, hogy csináljuk újra, Daniát. Róla már készült jó fotó is. Hát, lehet, hogy rajta se kéne lenned. És akkor, hogy jöttök egy ilyen dallal, és ez is jó lenne. Őrület, ez a nyári hangulat. Depresszió a mindenünk. Jó, nem, tehát, hogy nyilván a viccet félretéve ezt nem lehet rólatok mondani, és azt gondolom, hogy ez az a fajta lüktetés, ami azért ez a klasszikus 1000 közül fel lehet ismerni. És látjuk is, hogy működik, mert a kisgyerekektől az idős emberekig egy csomó ember követ minket, és befogadja, amit csinálunk, és szereti, úgyhogy
azt hiszük, hogy célt értünk vele. Kiadtunk egy Best of lemezt, ami az eddig legsikeresebb Mangorájz dalokat tartalmazza, és két új nótát is, úgyhogy mindenki örömére. Van fizikai adathordozó is belőle, úgyhogy tudnak venni ilyen kis nagyon helyes kis bambusz pendrive-on lemezt például, de lehet, hogy lesz CD belőle, úgyhogy idéntől jön velünk egy merch sátor egy merch busszal, és ők felépítenek egy sátrat, ahova mi kimegyünk a koncert után, és ott van egy ilyen kis mikrofonos dumágatás, bedobálunk egy-két ajándékpólót, az oldala a sátornak egy fotófalot tudnak velünk fotózkodni a kedves hallgatók és nézők, úgyhogy egy elég komplex ilyen kis social part hozzá van téve a koncerthez mindenki örömére. A következő hónapban például a Balatonon, ott egy úszószínpadon játszunk majd, ez egy elég menő rendezvény. Pontosabban augusztusban. Augusztusban, bocsáss meg, igen, és másodikán is, augusztus másodikán is ugyanezen az úszószínpadon leszünk elérhetőek, úgyhogy érdemes követni a Balaton koncertek programsorozatát, mert ez egy nagyon menő kis magyar. Mi Rétfülöpön leszünk, úgyhogy úszatok el oda. Muszáj, horgászhattok, biciklizni, pakolhattok bármit, amit szeretnél. Gyerekek, hát itt nagyon nagy kóstoló alakult ki, ezt nézzétek. Jaj, de szép és jó is. Gondolom, hogy legalább olyan az íze, mint ahogy kinéz, nem? Rád fröcskölhetek egy paradicsom? Megtennéd? Gyerekek, a paradicsom az isten finom. Nagyon finom, igen. Oda vigyázz, István. Az van, hogy megint rossz. Megint sikerült oda keverednünk, ahol rossz. Ez a szokás az, csak így hümmörészünk. Igen, ez ilyen smokerezős élmény nálunk, hogy mindig nem beszélünk, utána már kész a kaja, csak hümmögünk egymásra. Mondalba. El van itt túlozva a dolog. Nagyon jó. Már ennyire jót, meg ennyire szépet, tehát mi ez? Ugye Istvánban felmerült, hogy ugye most lesz a Magyarország szépe választás, és hogy nekünk az a válaszunk, hogy szép. Yeah! Cheers! Izgi? Nagyon jó. Köszönjük. Akartok mutyizni? Nagyon-nagyon kultúrát. Az a gyömbérsörös, amit te iszol? De az nem alkohol? Jó, a gyerekek mindegyik. Ó, de komoly. Nagyon izgi mindegyik. Tiad, ez egy ilyen visszafogottabb, de hogy húzod le? Véded az italodat, Lackó. Ideg a szeroppalásom. Van a kocsiban hangorásom. Tényleg? De komolyan, tényleg? De nagy király, hát köszönjük szépen. Örülünk neki, hogyha tetszett. Kedves mangókák, köszönjük, hogy ebben az epizódban is velünk voltatok itt a Családbarátban. Nagy király volt a reggel, csináltunk mindenfélét, koktéloztunk, grilleztünk, muzsikáltunk. Találkozunk a következő epizódban. Szevasztok! Szevasztok!